Sziasztok, kedves nézőim! A Wunderwaffe egy hivatalos kifejezés volt, amelyet a német hadipar a legújabb vívmányaira használt. A nemzet legjobb elméi korszakokat meghaladóan nagy távolságú rakétákat, sugárhajtású repülőgépeket és hatalmas, áthatolhatatlan páncélzatú tankokat terveztek. Néhány ambíciózus projekt el is indult a háború elején, mint például a szörnyű 800 mm-es Dora és a Fett Gustav lövegek. Ezeknél jóval kisebb vállalkozásnak számított a Messerschmitt M272-es sugárhajtású vadászgép megalkotása, amely igazi áttörés volt a repülésben, és még bevetésre is indult belőle néhány példány a háború alatt. Bizonyos projektek mindössze egyetlen példányban valósultak meg, hogy igazolják a mögöttük rejlő elméletet, míg más tervek őrült projektek formájában a történelem évkönyveiben díszelegnek. Mai videónkban a harmadik birodalom néhány kevésbé ismert, rendkívül merész, de ugyanakkor felettébb érdekes projektjéről fogok mesélni nektek. Amikor az elhúzódó háború már kezdte nyugtalanítani a lakosságot és a hadsereget Németországban, a propaganda minisztérium a morál növelésének érdekében folyamatosan reklámozta a német tudomány csodáit. A valóságban azonban az ilyen típusú fegyverek létrehozása sok éves tervezést és tesztelést igényelt. A nácik azonban rengeteg know-how-t használtak fel legújabb fegyvereik kifejlesztéséhez. Ha sikerült volna megvalósítani a merész elképzeléseket, akkor nagy valószínűséggel a fasiszta vezetésnek lett volna ideje a fegyvereket bevetni a csatákban, és a tengely hatalmak akár meg is nyerhették volna a háborút, vagy legalább megtarthatták volna a megszállt területek egy részét. 1938-ban Németországban Otto Hahn és Fritz Chessman fizikusok fedezték fel az atommaghasadást. A harmadik birodalom tudósai keményen dolgoztak a hadászati igényeknek megfelelő plutónium létrehozásán, és kísérleti reaktorok egész sorát hozták létre. A szövetségesek szerencséjére Németországnak nem maradt ideje az atomfegyver létrehozására, és nem tudta kellőképpen finanszírozni számos más csodafegyverének fejlesztési programjait sem. Messerschmitt M-323 Gigant. Ez a Messerschmitt típus volt a legnagyobb repülőgép, ami a II. Világháború alatt az égbe emelkedett. Összesen 200 darab Gigant készült, amelyek 2000 darab bevetést teljesítettek. A Gigantok 120 darab ejtőernyős mellett hatalmas mennyiségű lőszert is a fedélzetükre tudtak venni a küldetés során. A repülőgép teherbírása 23 tonna volt. Más repülőeszközökkel ellentétben az ME-323-asokat aktívan használták katonai célokra is. Bár a repülőgépekből több mint 80-at lelőttek a háború alatt, amely a teljes gyártott darabszám 40%-a volt, a repülők kiemelkedően hasznos eszközöknek bizonyultak a fronton. Ezen a típuson alkalmaztak először többkerekű futóműveket, előső rakétaajtót és széles repülőgéptörzset. A típushoz hasonló műszaki megoldásokat láthatunk ma is a modern teherszállító repülőgépekben. Rusztál X-4. Lehet jobb fegyvert létrehozni annál a rakétánál, amely a hurrikánok erejével képes széttépni a repülőgépeket. Egy cirkáló rakéta nem annyira epikus, mint egy szélvihar, de nagyságrendekkel veszélyesebb bármely tornádónál. A Rusztál X-4-es, más néven Kramer X-4-es, egy levegő-levegő rakéta. Az X-4-es képes volt érzékelni és befogadni a nehéz bombázók hajtóművéből származó rezgéseket. A rakétát az elindító repülőgép pilótája is irányíthatta repülés közben. 1944 végére több mint 1000 darab ilyen típusú rakétát terveztek legyártani, de egy bombázás során megsemmisült a BMW-nek az X4-eshez motorokat gyártó üzeme. A Rusztál emiatt soha nem állt szolgálatba a Luftwaffe-nál. Próbáljátok meg elképzelni, mi történt volna, ha a náciknak sikerült volna egy olyan rakétát telepíteni a sugárhajtású bombázóikra, amelyekkel a vadászgépek nem tudtak lépést tartani. Napjainkban a németek az X4-es rakétákban alkalmazott technológiákat építették bele a modern irányított rakétáikba is. A rakéták majdnem ugyanazt a technológiát használják az ellenséges repülőgépek megsemmisítésére ma, mint amit a háború alatt használtak volna. Tény, hogy ezzel a fegyverrel a németek visszaszerezhették volna az előnyüket a levegőben. Oroszlánfóka, von Werner mérnök föld alatti tenger alatt járója. Horner von Werner mérnök 1933-ban szabadalmaztatta tervét Oroszlánfóka néven. A tenger alatt járónak először a víz alatt kellett volna mozognia, hogy észrevétlenül elérje az ellenséges partokat, ahol a föld alá fúrva bombákat helyezett volna el, az ellenséges katonai létesítmények vagy szárazföldi egységek alatt. A projekt 10 évig gyűjtötte a port az archívumban. A háború elhúzódásával azonban a nácik egyre nyitottabbá váltak az új fegyverek kifejlesztésére vonatkozó érdekes és vakmerő ötletekre. A merész elképzelések között az oroszlánfókát is megvizsgálták. Az eszköz műszaki jellemzői: hossz 25 méter, legénység 5 fő plusz 10 katona, föld alatti sebesség 7 km/h, robbanóanyag mennyisége 300 kg.
1943-ban a katonai vezetés megkérte Hitlert, hogy használjon oroszlán fókákat a brit területekre történő betörésre. A német hadipar azonban akkor már a képességei határán dolgozott, és egy újabb szuperfegyver kifejlesztése egyszerűen túl nagy feladat lett volna. A háború után a Szovjetunió megkapta az oroszlán fóka rajzait, amelyek alapján később Trebelev szovjet mérnök megtervezett egy föld alatti alagutat. Ezt a föld alatti alagutat valahol az Urálban hozták létre, és tesztelték a háború után. Projekt Z-Tajfel, a lánctalpas tenger alatt járó. A mérnökök szerint a Z-Tajfelnek képesnek kellett volna lennie az önálló mozgásra a tengerben, és szükség szerint a szárazföldre is ki kellett volna tudnia mennie, amikor a támadás célpontja a partok közelében volt. Az eszköznek titkos csapatokat kellett volna eljuttatnia a partra. A legénység két főből állt, a víz alatti sebességnek el kellett volna írnia a 10 tengeri mérföld per órát, a szárazföldön pedig 25 km per órával kellett volna haladnia. A projekt meghiúsult. 1944-re az egyetlen példányban megépített tengeralattjáró már nem ment át a teszteken. A 14 méteres szivar alakú tengeralattjáró elakadt a homokban, mert a rövid lánctalpak és a gyenge dízelmotor nem bírták az erős igénybevételt. Az eszköz sebessége kevesebb volt a tervezetnél, a szárazföldön mindössze 10 km per órát, a tengeren pedig kb. 8 csomót ért el. V3. A megtorlás. Valószínűleg mindenki hallott már a német V1-es és V2-es rakétákról. Az első egy robotrepülőgép volt, a második pedig a világ első ballisztikus rakétájaként vált híressé. Ezeket a rakétákat a háborúban használták ugyan, de stratégiai szempontból elhanyagolható volt a jelentőségük. A rakéták azonban nagy fejfájást okoztak London lakóinak, ugyanis az angol fővárost gyakran jelölték ki a fegyver célpontjának. A két halálos eszköz mellett volt egy még eredeti projekt is, a megtorló fegyver, a V3-as. A hasonló elnevezés ellenére az utóbbinak nem sok köze volt a V1-eshez és a V2-eshez. A V3-as egy hatalmas többkamrás ágyú volt, amelyet a cső oldalából kiálló, felülről nézve lábakra emlékeztető részek miatt nagynyomású pumpának vagy százlábúnak is neveztek. A fegyvert August Könders mérnök irányításával fejlesztették ki. A cső hossza 130 méter volt. A fegyver 32 részből állt, amelyek mindegyike töltőkamrákkal volt felszerelve az oldalán. A fegyver egy speciális, 3,2 méter hosszú nyílalakú lövedéket használt, melynek maximális hatótávolsága 165 km volt. A robbanó töltet súlya nem haladhatta meg a 25 kg-ot. A fegyver percenként egy lövést tudott leadni, ami lehetővé tette volna, hogy egy ilyen típusú fegyverekből álló ütek porig bombázza Londont. A németek a La Manche csatorna partvonalának közelében akartak ilyen fegyverekből álló lőállásokat építeni. Az állások mindössze 95 mérföldre helyezkedtek el a brit fővárostól, ahonnan komoly pusztítást tudtak volna végezni az angol fővárosban. Annak ellenére, hogy a fegyvereket speciális védőburkolattal látták el, egy 1944. július 6-án indított légicsapás során teljesen megsemmisültek a fegyverek. A támadás miatt a V3-as soha nem vett részt a háborúban. Az eszköz rövidített megfelelője azonban szerencsésebb volt. Az LRK 15 F-58-at két alkalommal használták Luxemburg ágyúzásakor, 1944 és 45 telén. Ennek a tüzérségi rendszernek a maximális lőtávolsága elérte az 50 kilométert, az általa használt fekete lövedék súlya pedig 97 kg volt. Mesterséges tornádó és örvényágyú. Akkoriban mindenki, aki igényt tartott a világuralomra, a Szovjetunió, az USA és még Németország is, mind azután kutatott, hogyan lehetne befolyásolni az időjárást és az éghajlatot. A nácik mesterségesen keltett hurikánok segítségével akarták megsemmisíteni az ellenséges bombázókat. Nem ismert, hogy milyen messze vagy közel álltak a projekt megvalósításához, de ahogy a korábbi videók példái is mutatták, ha lett volna idejük és esélyük a megvalósításra, biztosan nem álltak volna le a projekttel. A Führer repülőcsésze aljai. A mai napig több száz képet és leírást találhatunk az interneten Hitler fantasztikus repülőcsésze aljairól. Valójában csak két ilyen tányér létezett. A Heinrich Focke által tervezett, 1939-ben bemutatott repülőgép tényleg hasonlított egy UFO-ra. Ez egy olyan repülőgép volt, amely képes volt függőlegesen felszállni. A szerkezet fő teherhordó eleme egy nagy korongarakú szárny volt. A háború végéig számos változatot dolgoztak ki. Az alapmodellen gyakorlatilag a háború végéig végeztek módosításokat a Luftwaffe támogatásával, de egy terveknek megfelelő méretű szerkezetet soha nem sikerült létrehozni. A náci űrállomás. Ez az elképzelés jobban hasonlít a főgonoszok találmányaihoz a modern képregényfilmekben, mint egy valós projektre. A náci Németország vezetése azonban eléggé komolyan gondolta az elképzelés megvalósítását. Természetesen nyilvánvaló volt, hogy ez egy nagyon költséges program, ezért 50 év állt rendelkezésre a befejezéséhez.
Abból indultak ki, hogy Németország megnyeri majd a II. Világháborút, és akkor biztosan szükség lesz egy olyan eszközre, amellyel az egész világot félelemben tarthatja majd az ország. Mi lehet szörnyűbb, mint egy büntető tűzes sugár, amely közvetlenül a mennyből csap le az engedetlenekre? Pontosan ez volt a terv. Egy orbitális pályán keringő állomás építése, egy hatalmas 3 négyzetkilométeres tükörrel felszerelve, amely a napsugarát a Föld felszínének bármely pontjára irányíthatja. Számítások szerint egy ilyen jól irányzott sugár energiája akár a páncélozott járművek megolvasztására is elegendő lett volna. Mindez persze tudományos fantasztikusnak tűnik, de a háború éveiben a náci Németországnak megvolt minden képessége az űripart gyors fejlesztéséhez. A V2-es rakéták ugyanis beléptek a világűrbe, és ez tény, nem csak legenda. Még az a bizonyítatlan felfedezés is napvilágot látott, hogy az első űrhajós nem Juri Gagarin volt, hanem egy német tesztpilóta, aki szuborbitális űrrepülést hajtott végre egy V10-es rakétával, de az út során életét vesztette. Ha a németek megnyerték volna a háborút, akkor több évtized állt volna rendelkezésükre, hogy olyan hordozó rakétákat fejlesztenek ki, amelyek képesek nehéz eszközöket földkörüli pályára juttatni, és ott egy orbitális pályán keringő állomást létrehozni. Ami a hatalmas tükröt illeti, nehéz megítélni, hogy mennyire lehet valósnak nevezni a projektet. Egy biztos, ha nem is egy megatükröt terveztek valójában, a németek akkor is biztosan kitaláltak volna egy hasonlóan halálos fegyvert. Talán egy erős lézert, vagy más tudományos fantasztikus fegyvert gondoltak volna ki, mint Gagarin mérnök hiperboloidja. A projekt természetesen csak az ötlet stádiumig jutott, tovább nem. Diglocke. A Diglocke, magyarul haragmunkálatai, 1940-ben kezdődtek meg. A munkát Hans Kammler tervező, a pilzeni Skoda gyár SS agytrösztje irányította. Eleinte Breslau környékén tesztelték a csodafegyvert, de 1944. decemberében tudósok egy csoportját a Vencelbányában található föld alatti laboratóriumba vezényelték át. A dokumentumok a Diglockot egy hatalmas, tömör, fémből készült, körülbelül 3 méter széles és 4,5 méter magas harangként írják le, amely kettő egymással ellentétes irányban forgó ólomhengert tartalmazott, és egy Xerum 525 kód nevű ismeretlen anyaggal volt feltöltve. A fegyver elindításakor egy máig ismeretlen mechanizmus a harang körül egy 200 méter sugarú befolyási zónát hozott volna létre. Ezen a zónán belül a harangsugárzása kikapcsolta az elektromosságot, a kísérlet során használt állatok pedig elpusztultak. A patkányok és a nyulak testében kristályok jelentek meg, vérük pedig megalvadt. A növények klorofilt veszítettek, kifehéredtek és 8-10 óra múlva elbomlottak. Az eszközről származó írások főforrásának Igor Vitkovszky lengyel újságírót nevezhetjük meg. Az újságíró a projekt bizonyítására írásaiban számos ország archívumából származó dokumentumokra hivatkozik. Ilyen jellegű dokumentumok például Jakob Sporenberg SS Gruppenführer lengyelországi kihallgatási jegyzőkönyvei, a fogságba esett Skoda igazgatónak, Wilhelm Voss-nak az amerikaiaknak tett vallomása, valamint az argentin védelmi minisztérium 1993-ban feloldott iratai. A projekt egykori létezésének egyetlen lehetséges tárgyi bizonyítéka a The Henchbece névre hallgató boltív romok, melyeket a gyártól 3 kilométerre fedeztek fel. Talán ez egy speciális eszköz lehetett a fegyverek laboratóriumi tesztelésére. A mai napig nincs valódi tárgyi bizonyíték arra vonatkozóan, hogy ezt a projektet valóban a német tudósok dolgozták volna ki. Minden kérdőjel és bizonytalan feltételezés ellenére tény, hogy a Van der Waffe számos modellje olyan modern fegyverek alapja lett, melyeket a fejlett országok jócskán a II. Világháború befejezése után hoztak létre. Videónk itt véget ért. Lájkold, ha érdekes volt számodra, és bátran kommentelj, csatlakozz a párbeszédhez a videó alatt. Hamarosan újra találkozunk. Addig is, sziasztok!